Vendégem Tóth Martin és Farkas Zsombor. Sziasztok! Hello! Szia. Nos, meghallgattam az előző dalaitokat, és klippeket néztem, mindent csináltam. És tényleg merőben eltér azért ez a klip is, meg azért ez a stílus is. Honnan jött ez, hogy most egy ilyen, hogy mondjam, líraibb, mélyebb dalt csináltok? Igazából maga a dal születése az viszonylag ösztönös volt. Tehát a Robi elkezdett játszani a gitárosunk a próbán egy gitártémát, és arra kezdtünk el igazából mindannyian szépen lassan rászállni, aztán eldöntöttük, hogy ezt nem szeretnénk most egy ilyen keményebb számnak írni. Egyébként maga a dalnak az apropója, az nagymamámnak a halála, aki februárban távozott igazából, tehát ez ihlette a szövegvilágot. Nagymamámat az utolsó pillanatig érdekelte az, hogy mi történik így a világban. Annak ellenére, hogy egyébként nyilván mondhatná valaki ironikusan, hogy őt már aztán nem kellett volna, hogy érdekelje, lévén idős volt. De szerintem példaértékű az, hogyha valaki úgy éli az életet, hogy az utolsó percig érdekli, hogy mi történik körülötte. És ő mindig több forrásból táplálkozott. Tehát ő nem volt beleragadva a véleménybiborékba, mint a legtöbb ember, hanem mindig érdekelte az érmének a legtöbb oldala. És azt hiszem, hogy ez egy példaértékű magatartás, és nagyon sokan vehetnénk erről példát, és lényegében ez egy monológ, ez a dal nagymamám felé. Ugyanakkor sokan gondolják azt, hogy ez egy szomorú dal, mert egy lassú, és egy ilyen katartikus, és egy ilyen lírai, de ugyanakkor ennek a dalnak egy pozitív üzenete van egyébként. Tehát, hogy nem arról szól, hogy milyen rossz elveszíteni valakit, vagy hogy mennyire kilátástalan most ez a helyzet, amiben így élünk, amit sokan gondolnak, hanem sokkal inkább szól arról, hogyha már van egy ilyen szerveződés, mi, az emberek, akkor igazából nem tehetjük meg azt, hogy egy nagyobb szerveződés részeként ennyire feltöredezünk, és szétszakadozunk, és buborékokba kerülünk, hanem igenis, hogyha már ezen a világon vagyunk, akkor próbáljunk meg úgy viselkedni, hogy ne széthúzzunk, hanem összetartsunk. Hát szerintem ez nagyon szép, és biztos vagyok. Én ebben hiszek, hogy amikor egy elmenőnek írunk egy számot, akkor ők hallják fent. Hozzátenném még, bocsánat, a dal születéséhez, hogy az alapkoncepció az régebbre nyúlik vissza. Minden évben próbálunk egy nyári nyaralással összefonva, ami tavaly Tiszaroffon történt. Ezek az alkotótáborok, igen, amikről beszéltek. Ezek az alkotótáborok. Ez hogy működik egy alkotótábor? Hogy így leültek, zenéltek úgy, hogy a gitáros... Lemegyünk, iszogatunk, főzöcskézünk közösen, és közben zenélünk. Tavaly például egy akusztik sessiont adtunk ki a meglévő számainkhoz, átírtuk, áthangszereltük akusztikus verziókba, hogy mindig egy kicsit érzelmesebb, hogy ne csak a metálkodás történjen az év közben. És a gitárosatok keze van ugye a klipben, Robi, hogyha jól tudom. Hát benne van a keze is, az arca is benne volt. Az arca is, úgy értem, hogy ő rendezte. Na, igen, ilyenkor arra lennék kíváncsi zenekarként, hogy van egy gitáros, aki megrendezi, és azt mondja, hogy ő ebbe beleáll. Akkor nektek ti beleszóltok, vagy engedi, hogy beleszóljatok? És a másik kérdésem az, hogy az a gitár olyan érdekes volt nekem, eldobta a gitárt, aztán te megfogtad, felvetted, és utána gyönyörű szépen elkezdtél rajta a gitárat, és akkor tényleg, hogy most már mamádról szól, így felküldted a mennybe ezt a mondani valót, és nagyon szép volt. Szóval ti ebbe beleszóltok ezekbe ilyenkor, az ötletekbe? Ti is ötleteltek? Hát alapból a koncepciót együtt találjuk ki. A rendezést szokta általában Robi végezni, és nyilván megvalósításhoz
vagy megvalósítástól függően, hogy az adott körülmények között mit lehet ebből kihozni, változik néha a koncepció, és azt olyankor ő szokta megmondani, hogy jó, ez a történetszám mondjuk már nem fér bele, mert nincs időnk leforgatni, vagy technikailag nem oldható meg, akkor ő talál ki egy olyan sztorit, amivel ezt így meg lehet oldani. Aha. Analog music hol? Verseny? Másodikok lettetek. Ez milyen érzés volt? Szar. Ez másodiknak lenni, igen. De hogyha így utána belegondolsz, hogy második vagytok, szerintem az egy jó eredmény. Persze ilyenkor rossz, hogy nem az első, ismerem ezt az érzést, de azért ez egy olyan út, amin elkezdtetek járni, és akkor van értelme csinálni a zenét, nem? Abszolút van értelme, de nem azért van értelme, hogy most ilyen tehetségkutatók vegyünk részt, vagy ilyesmi. Mi ezt úgy fogtuk föl egyébként, hogy milyen király lehetőség, hogy minél több zenekar társaságába játszhatunk egy ilyen tök nagy volumenű helyen egyébként, és minden koncertre úgy mentünk, hogy igazából elsősorban a közönségnek szerettünk volna játszani, és nem az ott lévő zsűrinek, vagy ennek a tehetségkutató jellegnek, hanem tényleg a srácoknak, akik eljönnek és szeretnek egy jót mulatni a zenénkre. Ez tök jó. És a Gitármánia tábor, hogyha már itt tartunk koncerteken, az milyen volt? A Gitármánia tábor az a nyár legkirályabb pillanata volt. Én a Balatonról utaztam 260 kilométert. Na ez! És te vezettél? Én vezettem, persze, egyedül ültem a kocsiba. Ez a szép, pront ember vezet, 260 kilométert. 260 kilométert. De remittál közben. Azért, hogy oda mehessek a Gitármánia táborba, hogy énekelhessek a zenekaromba, de megérte, mert egyébként azok a gyerekek, akik ott voltak, puszilom az összeset most itt rögtön, tényleg. Mindenki, aki ott volt, melyik kamerából lehet nézni? Van az én kamerám a szemem, meg igazából bármelyikben, amiben akarsz. Puszilom a szolnoki gitármániás gyerekeket, mert ti voltatok a legkirályabb közönség egész nyáron. Igen, köszönjük, nagyon nagy élmény. Ez csodás végszó volt, nagyon szépen köszönjük, srácok, és további sok sikert kívánunk nektek. Köszönjük szépen. Köszi.